Sziasztok mindenkit, üdvözlök a régebbi videókártyák 2018-ra videóm után. Most azt nézzük meg, hogy milyen régebbi processzort lehet még érdemes venni 2018-ra. Főként használtan értem a dolgot, hiszen ezek a processzorok gyakorlatilag mind a mai napig kaphatóak boltban is, viszont ott erősen túlárazottak. Össze is szedtem ezeket a processzorokat a milyen processzort ne vegyünk videóimban, hiszen ha boltba veszük meg, akkor ennél olcsóbban és jobb teljesítményű processzorokat találunk, ráadásul újabbat. Azonban használtan le tudjuk vadászni, alkudni, meghirdetni, hogy keresünk ilyen processzort, főleg, hogyha már van egy olyan foglalatú alaplapunk, amiben az adott processzor belemegy, akkor egy elég jó teljesítményű processzort fogunk kapni, ami még 2018-ban is elég jól ki fogja tudni szolgálni a játékokat. A legelső Intel Core i5 4690, annak idején nekem is volt egy ilyen processzorom, elég jó teljesítménnyel bír, 4 magos proci, 1150-es, 3,5 az alap, és 3,9 a turbo. Sokan nem értik, hogy miért mondom ezt mindig, hogy a turbo órajelet nézzük. Látjátok, hogy ez hivatalos, ezt nem én találom ki. A nem kás processzoroknak és a kás processzoroknak egyaránt van alap és turbo órajelük. Mindig hangsúlyozom kás processzornál, ha turbóról beszélek, hogy az nem a OC-t jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy te húzod már a processzort. Nagyon fontos, mert a processzor nem 3,5 GHz-en megy, hanem ha bármiféle munka elé állítod, ő alapból felmegy 3,9-ig, ezt jelenti a turbo. Ha viszont pihenteted a gépet, lehet ezen különféle módon variálni. Az én processzorom például az i7-4790 alapból 3,9-en megy, teljesen mindegy, hogy van-e munka vagy nincsen. Egyébként normál esetben akkor megy vissza az alap órajelre, a 3,5-re. Következő Intel Core i5 6400. Boltokban hangsúlyozni kell, hogy 7400 árában van, tehát én mindig tiltó listára teszem. Azonban használtan elég jó árba mennek. Szerencsére használt piac felismerte, hogy ilyen processzort csak kedvezményes áron szabad adni. Volt már, aki úgy keresett meg, hogy használtan i5 6400-at, 6500-at szeretne a konfigjába, privátra gondolok. Megnéztem, egyet is értettem vele, mert nagyon jó árba mentek ezek a processzorok. Ugye ez is egy 4 magos, alap 2,7, turbó szinten 3,3. Na most azért azt tudni kell, hogy az i5 4690 azért ennél egy erősebb processzor, viszont ez már 14 nanométeres gyártás technológiával készült, ami sokat dob a teljesítményen. Olyan videókártyákat, mint GTX 960, 970, 1060, 3 GB, GTX 980 még be fogunk tudni tenni Full HD-ban emellé a processzor mellé. Nagyobb számú modell i5 6500, ugyanúgy használtan jó áron, ha be tudjuk szerezni, elég jó teljesítményű processzor fogunk kapni. Picikét erősebb, magasabb órajelen megy, tehát 3,2 és 3,6. Nagyjából videókártyáknak ugyanazt javasolnám, mint az i5 6400-hoz. Nagyon erős játék teljesítményt fogunk kapni, gyakorlatilag egy ilyen processzorral és egy GTX 1060-as kártyával azért valamennyi játékot teljesen maximumon fogunk tudni futtatni, és teljesen akadásmentesen. I7-eknél picikét még visszaugorhatunk egy régebbi modellre is, i7 3770. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy 4 mag 8 áras processzor, tehát 8x3,9 GHz-et jelent. Ugyan még régebbi 22 nanométeres technológia, viszont mindig nem fog megfenekelni egy ilyen processzor a mai játékok alatt. Nincs az a játék, amihez nem lenne elég egy i7 3770. Van úgy, hogy a nagyobb gépigényes játékoknál is ezt adják meg ajánlott gépigénynek. Fontos látnunk, hogy azért az i7-es processzorok nem öregednek csak úgy el. Az első és második generációs azért már neccesebb, főleg az első, de egy harmadik generációs i7-es processzor szerintem még 2019-ben is nyugodtan ott lesz. Nem a toppon, de úgyhogy bátran kiszolgálja a videókártyákat, és ezáltal játékokat akár maximális beállítások mellett is fogja futtatni Full HD-ban, VQHD-ban, vagy akár 4K-ban.
4K-ban pláne, hiszen ott jön ki az a legkevésbé, ha gyenge a processzor. Tehát bedobunk mellé egy GTX 1080-at, és akkor gondtalanul tudunk játszani bármivel teljesen fullon. Picikét jobb, picikét újabb, nem sokkal, az Intel Core i7 4770 a 3770-hez képest. Ha az még mindenre teljesen jó és megfelelő, akkor evidens, hogy a 4770 is. Azonban fontos leszögezni, hogy elég komoly különbséget lehet mérni azonos körülmények között, azonos videókártyával a 3770 és 4770 között, hogyha már egy újabb processzort veszünk, például az i7-7700K-t. Processzor éhesebb játékoknál elég komoly különbség ki tud alakulni, ezt azért bele kell kalkulálni, hogy lépést a jelen generációval azért nem tudnak tartani ezek a processzorok. A Skylake generációjából itt van még nekünk az Intel Core i7-6700. Nyilvánvaló van a 6700-6700K, akár az egyértelműen nem lesz rosszabb. Alapon 3,4 turbó szinten 4 GHz-en megy, ez már 14 nanométer. Tehát 8x4 GHz-et jelent. Ezt a processzort gyakorlatilag bármilyen videókártya alá beteheted, lazán elvisz egy GTX 1080 Ti-t is. Ezt nem kell félteni, még jó pár évig úgymond erős, felső kategóriás jellegű processzor lesz, azért 8700K már tényleg komoly a processzor, ténylegesen felső kategóriáról beszélünk, de még bele lehet venni a 6700-at is, úgy gondolom, a felső kategóriába. Emellé beraksz egy GTX 1080 Ti-t, szerintem mind a teljesítmény mellett, mind az alkatrészek jellege mellett senki nem fogja azt mondani, hogy nincs egy felső kategóriás gamer PC-d. 2018-ban, 2019-ben még nagyon erős géped lesz egy ilyen processzorra, nyilvánvalóan még 2020-ban sem fogja azt mondani, hogy én már nem futtatom a játékokat. Ellentétben azzal a hiedelemmel, hogy PC-t azt 2-3 évente cserélni kell, hát azért attól függ, mert egy 2015-ös i7-6700 nem fog csődöt mondani még 2020-ban sem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!